Ez a könyv karácsonyi ajándék lesz Rudán Joe kézírásával. Szekszárdon is bemutatta könyvét a P-Mobil, a Pokolgép és a Dinamit egykori énekese. Egy baráti beszélgetéssel egybekötött koncertet tartott a placban. Eléggé kivett ez engem, tehát nagy meló volt, már csak a fényképek összegyűjtése is, mert rengeteg kép készült, gondoltam a sok formációval, sok zenekarral az elmúlt 40 év alatt, azokat kiválogatni, ami tényleg érdekelhetik a közönséget, vagy hát akár a barátokat. Nem magamot raktam ki, mindig olyan képeket választottam, amikor valakivel vagy valakikkel vagyok. Tehát nekem ez fontos volt, hogy azt a légkört, azt a hangulatot lássák a képeken is, ami velem történt. És hogyha ha ez tetszik, akkor nagyon örülök neki. Ha meg nem, akkor maximum felénél lerakja valaki. De hogyan jött egy rocker életében, hogy könyvet írjon? Nagyon sok az élmény, és nagyon sok az emlék, és amikor találkozunk a barátokkal, akár ismerősökkel, vagy akár régi cimborákkal, vagy a zenésztársakkal, akkor mindig ugye beszélgettünk, hogy emlékszem arra, meg arra emlékszem, meg akkor meg az milyen volt, és akkor na majd egyszer megírjuk a memoáriumban, megírjuk. De hát addig írjuk meg a memoáriainkba, ugye amíg egyszer eljön az idő, és akkor meg kéne már írni, mert már az 55 éves elmúltam, és el fogom felejteni. Neki kell állni. És akkor neki is álltam, már lassan 4 éve, úgyhogy lassan készült ez a könyv. Egy barátomat kértem meg föl rá, aki mégiscsak jobb úgy elmondani, hogyha az ember valakinek elmeséli, mint hogyha csak ott leülsz, és akkor magadtól elkezdesz írni valamit. Ilyen is volt egyébként, de először beszélgettünk egy 3 évig beszélgettük, Szentesi Zöldi Laci barátommal. Ez régóta ismerem, ő még a Duna TV-nél volt még egyébként egy stábbal, akik jöttek velünk Erdélybe forgatni, még a P-mobilos korszakba, de meg a pokolgépes korszakba is. Tehát tudtam, hogy egy hullámoszon vagyunk, egy az érdeklődési körünk, ugye a rock zenén kívül más is, és őt kértem meg vele, jó volt ugye elbeszélgetni, és ő szépen akkor felvette, jegyzetelte, könyvformába öntötte. Amikor megkaptam ezt a kéziratot, akkor ezt az egészet kiegészítettem. Ugye nekem megvannak a régi noteszeim, hál' Istennek, vagy 40 évről, amiben mindig jegyzeteltem, hogy melyik zenekarral, hol játszunk, kit kell keresni, ki a kontakt, ki a szervező, kivel kell lebeszélni a bulit, hány órára kell érkezni. Tehát megvan, és akkor szépen a Lacinak elmesélt dolgokat, én a noteszaim alapján kiegészítettem, mert eszembe jutottak még pluszba történetek. Eddig készült az ilyen sokáig, mert nem akartam semmit és senkit csak kihagyni, és meg a másik azt én próbáltam ilyen hát jó, tehát poénos könyvet írni. Nyilván írtam a rossz részeket is, mert én voltam, aki padlón voltam, aki az, aki nem, azt se hagytam ki belőle, tehát egy őszinte könyv lett, és én örültem, hogy végre most már kiadtam magamból, és letudtam ezt a terhet a vállamról, most aki kíváncsi rám, vagy szeretné hallani a történeteimet, az csak el tudja olvasni. Azonban hiába készült sok ideig a könyv, vannak olyan történetek, amik mégis kimaradtak. Nem szeretnék még egyet írni, persze sosem mondasz, hogy soha, egy darabig biztos, hogy nem, de így most, hogy eszembe jutnak olyan sztorik, amik tényleg kimaradtak, ezeket össze fogom gyűjteni külön, és lehet, hogy egy kisebb kis kiegész, vagy a második kiadásban majd akkor azt majd kiadjuk, és akkor hozzácsapjuk a végére. Benne agyában egyébként minden formációban, minden zenekarról, minden egyes korszakról megvannak nagyjából a leglényegesebb történetek, szerintem nem hagytam ki semmit. Most nagyon remélem. A méltán híres szekszárdi Csörge Fesztivál megalakulásában és csillagának felragyogásában is nagy szerepe volt Rudán Joe-nak. A zenész azt is elmondta, nagyon jó emlékei vannak a fesztiválról. Az értelmi szerzően nem én voltam, hanem egy Gyimesi Sándor Gyimó barátom, és én a kezdetektől fogva mellé álltam, és neki segítettem bármiben, ugye. A Sanyi találta ki a történetet, hogy mi legyen, ez az ötlete is volt, viszont tudta, hogy én ismerem a zenészeket, hogy az egész szakmát ismerem,
és tulajdonképpen én nekem volt az a feladatom, hogy én a zenészekkel lebeszéljem a koncerteket, pontosítsuk, összerakjuk, hogy melyik zenekar után mi jön, milyen nap lesz mondjuk a hard rockosabb nap, melyik nap lesz a punkosabb nap, melyik nap lesz, mit tudom én, a heavy metalosabb nap. De azért hívtunk más, itt volt itt a 100 fok Celsiustól kezdve a Bergendi Szalon zenekaron keresztül mindenkit meghívott a Sanyi. Én próbáltam ehhez asszisztálni, vagy hát segítkezni benne. És az is sajnos az én feladatom volt, amikor az a hálátlanabb rész, amikor ugye volt, amikor egy hétig esett az eső, és ugye a szponzorokban sose dúskált ez a fesztivál, akkor sajnos volt, hogy vissza kellett mondani a zenekarokat, és akkor, de mindenki egyébként partner volt ebbe, és megegyeztük, hogy következő évben akkor majd jönnek, és most félgázsit kapták csak meg, vagy nem is játszották le a koncertet, és hála Isten, következőben mindig jó idő volt, úgyhogy akkor tudtuk rendezni a sorainkat. Hát sajnálom, hogy alakult, hogy elkerült innen a fesztivál, mert én szerettem itt nagyon a szexádi akkori, ez volt a mi hippi fesztiválunk egyébként annak idején, ez a 90-es évek eleje, hát az egész 90-es évek gyakorlatilag erről szólt, és hát megvoltak, ennek a nomád körülmények is voltak ilyen, azért olyan, hogy mondjam, egy hangulata volt neki, tehát mégiscsak elszakadtak otthonról, kijöttek ide, és itt nem kell felagadni semmivel. Tehát zuhanyzóval volt, ha nem volt, a esetre az eső akkor volt, tehát ez ilyen feelinges volt. Már aki vevő erre, persze az ilyen közönség akkor nem jött ki, hát ennyi, vagy hazament. Tűsarkúban volt, akik úgy jöttek ki egyébként Tűsarkúban, látták, hogy mi a pálya, ledobták a cipőt és mentek mezítláb. Úgyhogy nagyon szép élményeim vannak, le is írtuk a könyvbe. A Gyimesi barátom, Sanyi barátom is szerencsére hosszasan beszélt a könyvbe, itt leírtuk. És találtam ugye akkori újságcikkeket is, úgyhogy elég jó, prezentáljuk itt az akkori Csörgető fesztivált. Viszonylag korán felfedezték hangi adottságait és tehetségét, majd hamar országos hírű énekessé vált. Amikor bekerültem az első ugye, országos hírzenekar a Pokolgépbe, akkor már ugye megismerték a nevemet ugye az egész Kárpát-medencében, nyilván a P-Mobillal még többen megismerték, és hát innen automatikusan hívtak a többi zenekarba, akár a Mobimánél, vagy a Dinamitba, és meg hát a rockoperákba is, meg a saját zenekarom, és ugye járunk azért mindenfelé, és hát ez dobta a sors. Köszönöm szépen, hogy ez dobta egyébként, örülök, jól érzem magam a bőrömbe, és hát terveim is nyilván a saját zenekarommal vannak, vagy az akusztikus formációmmal, még azért van bőven, de a legnagyobb tervem az, hogy a két pici kis gyermekemet, a két kis lányomat szeretném felnevelni, ez most a legfontosabb. És hogy kinek ajánlja a könyvét? Minden egyes barátomnak és rajongomnak és jó zenét szeretőnek, aki kíváncsi erre az egész rock and roll-ra, amit én éltem át. I want you to stay.